Boldog percek a Max Rádióban. Max Rádió. A műsor támogatója jobb agyféltek és rajzolás szakértője a Valdorart. www.valdorart.hu. Kedves Max Rádió hallgatók, ismét boldog percek itt a Max Rádióban. A vendégünk ismét a Valdorart képviseletében, Dorogi Andrea. Szia, Andi! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Az előző adásban arról beszéltünk, hogy mi ez a látásmód pontosan, mit kell fejben csinálni ahhoz, hogy valaki valósághűen tudjon rajzolni. A kérdés az, hogyha valaki ezt a látásmódot megtanulta, elsajátította, akkor aztán itt más terület... Engedd meg, hogy visszautaljak a legutóbbi beszélgetésünkre, amikor ugye ennek a látásmódnak a lényegéről beszéltünk. Akkor ugye elhangzott egy olyan fogalom, hogy rajzsablon. Igen. A rajzsablonokról akkor azt mondtuk, hogy egyrészt hasznosak, mert ezeken keresztül fejlődik a gyerekek finomotorikus képessége, másrészt pedig 10-12 éves kortól pedig ezek a rajzsablonok elkezdenek megfigyelést akadályozni, és igazából a megfigyelésben akadályoznak bennünket, hogy valósághűen tudjunk rajzolni. Uh-huh. Szerinted a való életben mit hívunk rajzsablonnak? Na, ez ha a való életedre gondolsz, akkor mik a rajzsablonok? Ami a rajzolásban a rajzsablon, az az életben mi lehet? Talán az, hogy vannak ilyen berögződés, mik mi ugyanúgy csinálunk, amit mindig ugyanúgy csinálunk. Jól gondolom? Igen, így van. Uh-huh. Tehát ami a rajzolásban a rajzsablon, a életben a szokások, a minták, a hitrendszerek. Uh-huh. És egyrészt, amikor kicsik vagyunk, kellenek ezek a szokások, minták, mert ezek adják a kapaszkodót, hogy mit lehet, és mit gyemlek kizsereni, mondjuk biztonságérzel a gyerek is. Mondjuk tehát ugyanúgy használják ezek a sablonok, minták a rajzolásban is, kisgyerekkorban, mint ahogy az életben is. És ezek a hitrendszerek, meg szokások, minták, ugye ezek egyrészt lehetnek önmagunkat segítő hitrendszerek, de lehetnek önmagunkat gátló, korlátozó hitrendszerek, szokások, meg meggyőződések. Igen, és hát nekem is, nekem is van jó néhány dolog, ami ilyen rossz beidegződés. Így van. Szerintem nincsen ember, akinek ne lenne. És ugye ugyanígy van ez a rajzolásban is, hogy egyrészt a minták segítenek, másrészt pedig akadályoznak. Ugyanígy van az életben is, hogy vannak mintáink, amik segítenek, és vannak mintáik, amik akadályoznak. És ugye a legutóbbi beszélgetésünkön mondtam, hogy a rajzolásban van 4 trükk, ami segít minket abban, hogy ne a berögzült rajzsablonjainkat rajzoljuk. Igen. És hogyha ezt a 4 rajzolásnak a 4 trükkjét átültetjük megint a való életre, akkor megint ilyen megdöbbentő összefüggéseket fogunk látni. Mert ugye a rajzolás első trükkje az volt, hogy fejjel lefelé rajzolás. Uh-huh. Hogyha ezt az életbe átülteted, akkor ez azt jelenti, hogy ugyanazt a dolgot nézd meg más nézőpontból is. Képes vagy arra, hogy ugyanazt a dolgot megvizsgáld a másik ember nézőpontjából. Tehát, hogy 180 fokkal megfordítod az képet, és megnézed ugyanezt a másik nézőpontból is. Például? Hát például, hogyha mondjuk egy tipikus példa, amikor két ember elválik, akkor mindig azt szokták mondani, hogy kettőn áll a vásár, hogy uh-huh. nincsen, hogy az egyik főhibás, vagy a másik főhibás, hanem mind a ketten hozzátettek ahhoz, hogy ez a kapcsolat már nem működjön. És hogyha mind a két fél képes arra, hogy a másik nézőpontját megnézze, akkor rájön arra, hogy mindenkinek a saját nézőpontjából igaza van. Az a kérdés, hogy tudunk-e kompromisszumot kötni. Például, hogyha elképzelsz egy nagy színes szivárvány színű üveggolyót, úgy körbeülnek emberek. Azok, akik melletted ülnek, azok hasonlót fognak látni, mint te. Hasonló formákat, hasonló színeket, azaz hasonló nézőpontunk, hasonlóan vélekedünk ugyanarról a dologról. Őket szoktuk úgy hívni, hogy ők a barátaink. Uh-huh.
azok, akik az üveggolyó másik oldalán ülnek, teljesen más formát, más színeket fognak látni, pedig ugyanazt a dolgot nézzük. Tehát képes vagy ugyanazt a dolgot megnézni a másik ember nézőpontjából, ugye már is közelebb kerülsz a valósághoz. Ugye akik a másik oldalon ülnek, nem tudom, mondhatok-e ilyet egy rádióban, hogy őket szoktuk azt mondani, hogy ők a hülyék. Csak azért, mert ugyanazt a dolgot másik nézőpontból látják. Pedig, hogyha képesek vagyunk átmenni a túloldalra, megnézni az ő nézőpontját, akkor már is ugyanazt látjuk, mint amit ő, és akkor arra mondjuk, hogy hát igaza van, a saját nézőpontjából igaza van. Igen, és amit mondasz, az nagyon jó lehet abban az esetben, amikor a kompromisszum készségünket fejlesszük, ami azért tudjuk, hogy a párkapcsolatokban, meg egyáltalán emberi kapcsolatokban, egy-egy vitánál nagyon-nagyon jó dolog, hogyha van, hogy tényleg közelebb kerüljünk ahhoz, hogy kompromisszumot kössünk az adott partnerrel, legyen az egy teljesen mindegy, hogy most egy barát, egy párkapcsolat, vagy éppen egy családtag, vagy egy kolléga, akkor ezt tényleg tudjuk hasznosítani. Igen. Ez is egy rajzolásból, amit azt mondjuk, hogy fejjel lefelé rajzolás, az az életben az, hogy nézd meg ugyanazt a dolgot más nézőpontból is. Mert ha nem az van, hogy tehát a mi nézőpontunkban nekünk igazunk van, de a másik nézőpontjából nem feltétlenül. És ez az, ami ugye közelebb visz már úgymond a valósághoz, hogy közelebb visz az igazsághoz, közelebb visz ahhoz, hogy kompromisszumot, közös megoldásokat tudjunk találni. Okay, akkor ugye a rajzolásnak volt egy másik trükkje, ahhoz, hogy valóságszerűen tudjunk rajzolni, ahhoz, hogy a rajzsablonjainkat ki tudjuk kapcsolni. Az egyik ilyen trükk volt a negatív terek figyelése. Amit ugye megint, hogyha átültetünk a való életre, ugye a negatív terek figyelése az volt, hogy ne azt rajzold le, amit leszeretnéd, ami az elefántot rajzold le, nem nézd mögé. És hanem ami mögötte van. Igen, ami mögötte van. És ugyanez van az életben is, hogy mindig meg kell nézni, hogy mi van az adott cselekedeteim mögött. Mi a valós motiváció. Tehát mit miért csinálunk. Ugye ez nem mindig könnyű rájönni. Valamit meg tudunk, rá tudunk jönni magunktól, de van, amihez mondjuk lehet, hogy külső segítséget kell kérni, ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy mit miért csinálunk. Hát igen, itt jön az, amikor valaki a dolgok mögé tud látni, akkor ezek szerint ezt a képességet tudja fejleszteni. Ez. Így van. Ugye van, nem tudom, kinek milyen a hitrendszere, de egy kineziológus meg tudja nézni, hogy egy adott dologgal kapcsolatban mik a korlátozó hitrendszerek, egy pszichológus is meg tudja nézni, egy önismereti tanácsadó. Ezek mind olyan emberek, akik segítenek nekünk abban, hogy ráébresztenek bennünket, hogy az egyes cselekedeteink mögött mi a motiváció. Ugyanúgy, ahogy a rajzolásban megtanítunk arra, hogy nézz a dolgok mögé, mert akkor lesz jó a rajzod, és akkor lesz valóságű, hogyha mögé nézel. Ugyanúgy az életben is ez működik, hogy akkor leszünk tudatosabbak, és akkor fogjuk látni a valóságunknak egy nagyobb szeletét, hogyha tudjuk azt, hogy mit miért csinálunk. És ha már tudjuk, hogy miért csinálunk, akkor tudunk rajta változtatni. Amíg nem ismerjük ezeket a motivációkat, akkor nem tudunk rajta változtatni. Igen, és gondolom, hogy nem csak a saját magunk megítélésénél tudjuk ezt használni, hanem amikor valakivel beszélünk, ott is ugye van egy mögöttes tartalom nagyon sokszor, akkor segít abban, hogy ezt is lássuk. Így van. Igen, én azt gondolom, hogy a rajzolás is egy önfejlesztés. Ugye az önfejlesztés az egy nagyon széles skála. A rajzolás elindíthat egy úton, de hogyha ezt tovább gondolod, hogy amit fejben rajzolás során csinálsz, de tovább viszed a való életedbe, akkor ez az olló nagyon szépen ki tud tágulni, és nem csak a rajzkészséget tud ezzel fejlődni, hanem az önismereted is tud ezzel fejlődni. Nagyon érdekes. De az egyik beszélgetésünkben említettem, hogy mi végeztünk egy kísérletet, és hogy lemértük az agyműködésünket rajzolás közben.
És ugye most már bizonyított tény így, hogy a rajzolás közben az agy elkezd összehangoltan működni, ezek különböző agyterületek elkezdenek összekapcsolódni, és összehangoltan kezdenek el működni, tehát ugyanazokat a színusz hullámokat kezdik el, átveszik egymás rezgését, és ugyanazok a színusz hullámok kezdenek el működni az agy különböző területein. És hogyha ezt is úgy lefordítjuk megint a hétköznapi életünkre, akkor elkezdünk úgy, tehát olyan összefüggéseket is képesek vagyunk meglátni ebbe a rajzolós tudatállapotba, amit a hétköznapi racionális gondolkodással nem tudnánk meglátni. Ez mint például pont ezek a korlátozó hitrendszerek, hogyha mondjuk ugye benne vagy egy rajzban, és elmélyülten csinálod, és elmélyülten rajzolsz, akkor nagyon sokszor vannak rajzolás közben ilyen aha élmények, amikor hirtelen ráébredsz valamire, amikor megvan valamire a megoldás, mert egy teljesen más tudatállapotban vagy akkor, amikor rajzolsz, és más, amikor hétköznapi tudatállapotban vagy. Hát és ugye ezt bizonyítottuk is ezzel az agy működés lemérésével, hogy ez ezért van, ezért lehetnek ezek az aha élmények rajzolás közben, mert hogy az agy egészen másképp működik, tehát összehangoltan működik, és képes vagyunk olyan összefüggéseket meglátni, amit hétköznapi tudatállapotban nem tudunk meglátni. Nagyon érdekes dolgok ezek, amiket elmondtál, mert hogy azért így elképzeltem, de tényleg, Andi, hadd kérdezzem meg, hogy te, amikor először csináltad ezt, tudom, már régen volt meg, hát azért azóta nagyon sok minden történt, de te hogyan tapasztaltad meg ezeket? Mármint ez az aha élmény? Igen. Csak így elképzeltem, ahogy te, mint a jobb agyféltek és rajztanulás szakértője, hogy amikor te először szembesültél ezzel, azért gondolom, hogy elég nagy döbbenet volt, nem? Igen, ez egy felismerés volt, és nem is elsőre. Tehát, hogy ez ne úgy várják a hallgatók, most megtanulnak rajzolni, és akkor egyik pillanatra a másikra hirtelen megjönnek ezek az aha élmények. Lehet, hogy több rajzon keresztül, vagy többedik alkalommal lesz meg ez a felismerés. Mondjuk, mert amikor az ember még tanul, akkor jobban ráfókuszál még a rajzra, de amikor már kicsit ösztönösebben, automatikusabban megy, akkor fognak jönni ezek az aha élmények rajzolás közben. Nem tudom, nekem így, amikor rajzolok, akkor sokszor ilyen kettős dolgot érzek. Egyrészt megvan ez a kikapcsoló érzés rajzolás közben, másrészt meg azért mindig van egy-egy probléma, ami éppen nagyon foglalkoztat a valóság, való életemből. És rajzolás közben ez a kettőség így működik, hogy hol kikapcsolódok és rajzra figyelek, hol pedig ez a tudatalattot működik ez a problémára a kérdés, és akkor hirtelen jön az, hogy rajzolás közben egyszer csak, hogy aha, most jöttem rá, hogy mi lehet a megoldás. Tehát itt igazából a tudatállapot változás használjuk ki. Tehát a rajzolás belevisz egy olyan tudatállapotba, amikor képessé válsz arra, hogy megoldásokat találj a saját életedbe. Nagyon érdekes tényleg. Igen. Ez hasonló, mint mondjuk a meditáció. A rajzolásra is azt szoktam mondani, hogy ez teljesen olyan, mint egy meditáció, csak nem olyan, amikor ülök és próbálok fókuszálni, hanem itt egy aktív meditáció történik, mert ugye valamit közben csinálok, tehát belemerülök valamibe. De az agy ez teljes mértékben kikapcsolódik rajzolás közben. Igen, szerintem nagyon sokan nem véletlenül olyan emberek, hogy a meditáció az azt mondják, hogy hú, hát az távol áll tőlem, viszont van egy ilyen gyakorlatias dolog, ami ugyanúgy segít, idézőjelbe tettem. Igen. Viszont egy valahogy kézzelfoghatóbb ez a dolog a szó szoros értelmében is, hiszen ténylegesen itt rajzolunk, és egy pozitív élményt is ad az embernek. Így van. Igen.
No hát nem véletlenül boldog perceknek hívják ezeket az összeállításokat. Kedves Megszárdió hallgatók, az elmúlt percekben a Valdorat képviseletében Dorogi Andit hallottátok. Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Én is köszönöm, szervusz. Szia! Ezek voltak a boldog percek a Max Rádióban. Max Rádió. A műsor támogatója jobb agyféltek és rajzolás szakértője a Valdorart. www.valdorart.hu